Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb Frostborn videóban. Season 17 megjelent, és meg is fogjuk nézni, hogy milyen újdonságot hozott nekünk ez a játék. Hogyha a hangom egy picit fura, bocsánatot kérek, szombaton lettem 30 éves, és volt egy kis dáridó, ahol sok volt az éneklés, úgyhogy emiatt sorry. Jó szórakozást kívánok a videóhoz. Első körben nézzük meg, hogy miket kapunk ugye az új hátizsákokra, illetve az új petre, vagyok én kíváncsi az élő halott griff madárra. Ugye griff madárból már van a játékban, de most megkapjuk az élő halott griff madarat. Ebben a szezonban esélyed van egy igazán egyedi állatra, az Andy Griffre. Megjelenése, fenyegető és harci képességei is. A jelzett pontra ugráskor a griff elkábítja az ellenséget, és átmenetileg csökkenti az egészségüket és a sebzésüket az ellenfélnek. Szóval ez egy igazán baszó állat, amit egyébként meg tudtok vásárolni, már is mondom nektek, 2000 goldért, ami akciós, mert amúgy 4000 lenne, nem is tudok rá igazából mit mondani nektek, ez van. A másik nagyon fontos dolog, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, azt itt a 100-as szinten fogjuk majd találni. Én nem láttam itt több hátizsákot, egyébként 3 hátizsák érkezik, amit már is mondok nektek, a Scott hátizsák az utolsó, amit megkapunk. Itt van még a Gatherer's Old Bag, és már is mondom nektek, hogy mit tud. A Getter-Ross váltáska csökkenti az ellenség lopakodó támadásaiból származó sebzést. Továbbá, amikor a karaktered meghal, egy védekező szellem jelenik meg a táska mellett, és magától megtámadja az ellenséges játékosokat. A Scott váltáska lehetővé teszi, hogy extra sebzést okozzon a játékosoknak, és növelje a mozgási sebességet. Az Explorer váltáskája pedig sérülésállóságot biztosít a hátulról érkező támadásokkal szemben. Ráadásul ez a táska bónusz élményt nyújt önnek és kedvencének. Ezt nem tudom, hogy ez mire gondolt, ezt a két táskát látom itt, egyébként szerintem a legjobb az az első, ami megvéd a kifosztástól, tehát nyugodtan lehet PvP-zni, nem tudják majd ellopni az itemeidet, amiket így összeszedtél. Úgyhogy igazából ez így nem jó, ez így, vagy nem jó, hát ez így teljesen jó szerintem, úgyhogy nagyon menő, nagyon-nagyon menő. És ugye itt át lehet nyugodtan nézni, hogy miket tudtok kapni igazából a seasonből. Én azt már most mondom nektek, hogy úgy készüljetek, hogy legyen nálatok csákány mind a két fajtából, mert erre szükségetek lesz majd. Különböző területen különböző dolgokat tudtok kiszerint, de ezt már is megmutatom nektek. Valószínűleg ebben a szezonban is lehetőségetek lesz nyerni 3 szezonbérletet. Amint értesülök erről, hogy mikor érkezik ez a nyereményjáték, akkor tudatni fogom veletek a Messenger csoportba. Aki még nincs benne, az mindenféleképpen csatlakozzon, jó? És közben elmondanám, hogy a szezon végeztével ne rohanjon elhagyni az ősök templomát, mert a Kovács Mester érdekes ajánlattal fog szolgálni. Lehetőséget kap egy új erős fire crossbow készítésére, az ebből a számszeréből származó nyilak lassítják az ellenséget és felgyújtják, így extra sebzést okoznak vele, ugye majd itt tudjuk megcsinálni ennél a faszinál. Ami nekünk fontos, itt tudjátok kivenni a napi feladatot, amit én már megcsináltam, 10 szörnyet kellett megölni bármilyen területen, és a mellék feladat pedig itt található, ugye itt tudtok vásárolni pontokat, de igazából ezeket a pontokat kell összeszednetek, amiket egy ilyen ősi szobrok szétütésével tudtok megcsinálni, és azután azokat be kell klémelni, és saját itemmé válik, tehát nem tudják majd tőled ellopni, personál, ahogy ti ismeritek. És még közben elmondanám azt is, hogy a Rogue most csatlakozik az 5. osztályhoz. Az új rang megszerzésekor az osztály egy továbbfejlesztett Loki csapást kap, amely rövid időre lefegyverzi az ellenséget, míg a Ghosthoz sebzi az útjába kerülő összes ellenséget. Ezen kívül a Rogue-ot néhány másodpercnyi lopakodás után képessé válik arra, hogy láthatatlanná váljon. Hát én nem tudom, ezek az 5. osztályos klasszok, ezek már nagyon-nagyon brutálisak szerintem. Úgyhogy, úristen, nem tudom gyerekek. Elég betegnek tűnik nekem. Hát igazából vannak még ezek a trófeás újítások, ritka tárgyak, amelyek minden halhatatlan megtalálhat, miután legyőzte az erős ellenséget, vagy sikeresen bemerészkedik a PvP helyszínekre. Minden halhatatlan felhasználhatja a trófeát, hogy ahogy jónak látja. Feldíszíteti tábrát, vagy ellátogathat tavern tulajdonoshoz, hogy egy trófeát egy bájra cseréljen. Ne kérdezz, honnan szerz ezeket a varázstárgyakat, mindannyiunknak megvannak a titkai. Közben elméletileg új bűbájok jöttek, én itt nem láttam, hogy lehetne bármit craftolni, gondolom az asztalokba lehet majd ezeket a dolgokat craftolni. Közben megmutatom nektek, hogy miről is beszéltem. Én úgy emlékszem, hogy hasonló feladat szerintem Szerintem már volt a játékban, sőt biztos vagyok benne, de kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ti hogy emlékeztek erre, majd írjátok le kommentben mindenféleképpen. Tehát ezeket kell kiszedni, én úgy emlékszem, hogy már volt ez. Ezekhez a sima területekhez a sima csákány is elég, viszont már nagyobb területeken nagyobb csákány kell, úgyhogy ezért javasoltam, hogy mind a kettőt csináljátok. És ugye ezeket utána ki kell nyitni, 3 üres slot kell, mert 3 dolgot adhat, és akkor igazából ezeket kell így berakni oda, és a mellékszálat így tudod teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ez egy tök egyszerű, igazából nem is kell nagyon PvP területre menni, mert ezekből is össze lehet szedni, ami szükséges a napi ponthoz, szóval... Ez a season is szerintem teljesen jól meg lett csinálva, mert egyelőre hát nem tudom, hogy később milyen feladatokat kérnek majd tőlünk, de ez a mellékszál is azt bizonyítja, hogy ugye nem muszáj PvP területre mennünk. Még mielőtt nézzétek, hogy mik vannak az inboxomba, azért vannak ott, mert nem sokat szoktam játszani a táskámmal, vagy a táskámmal, miről beszélek? Nem sokat szoktam játszani a játékkal, úgyhogy ezeket így általában így nálam maradnak. Na, közben elmondanám, hogy a hatalmas ősi lények fegyvereinek arzenálja fel lesz töltve egy lándzsával, amely minden célpontot eltalál a halhatatlan előtt. Ezt nem tudom. Egy lombik valami van a pálcán, ezt tudom. De mindegy, amely javítja a gyógyulást, és egy támogató bottal, amely megzavarja az ellenséget, így eltévesztük a célpontjukat. Ezekre a fegyverekre én majd nagyon-nagyon kíváncsi leszek, nem is láttam, hogy itt benne van-e valahol. Szerintem ez lesz az egyik, ha bár nem tudom, mert mostanában én nem is nagyon PvP-ztem, ez az igazság, és ez probléma, úgyhogy újra kellene kezdenem majd PvP-zni. Mindenféleképpen itt van az egyik új, ez biztos, hogy új, ez 100%, hogy új, de javítsatok és rátok, hiszen ezért van a közösségünk, hogy segítsünk egymásnak, az újaknak pedig üzennem, hogy mindenféleképpen, hogyha szeretnének, akkor csatlakozzanak majd be a kis közösségünkbe. Na, közben nézzünk meg egy PvP zónát, mert ugye ott más tárgyat ad, most csak mindegy, hogy elbukom a cuccomat vagy nem, ugye kelleni fog a Strong Pickaxe, mert hogyha jól tudom, akkor ezt már azzal lehet kiütni, de lehet, hogy tévedek, mindjárt meglátjuk, mert csak délután gyorsan megnéztem, hogy mi a stájsz így munka közben, úgyhogy sokat nem játszottam a játékkal, nem tudom, hogy a shopban vannak-e új dolgok, ezt majd mindjárt megnézzük, de én egyelőre így nagyjából ennyit láttam, ami így fontosabb változás lehet. Hogyha esetleg nektek van valami infótok róla, akkor írjátok le majd. Igen, ez a Strong... Meghalok? Dick? Nem figyelek. Igen, szerintem... Mi az, és mit akar? Szerintem ez a Strong kellett már, de mindjárt elválik, hogy melyiket használja. Főleg, hogyha ez a két medve engem nem erőszakol meg itt. Figyeljél oda, mert ugye ezek a sziklák is kidobják az enemit, hogyha úgy van, úgyhogy erre még külön-külön figyelni kell majd. Igen, ehhez már ez kell, a nagyobb. Jó, és akkor ugye ezeket is szépen, szépen ki kell nyitogatni, és akkor ugye ebből kaphatunk jobb cuccokat is, amit majd átviszünk és be kell rakni a másik helyre. Igen, hát itt igazából a legkomolyabb dolog szerintem, ami sajnos, hát nehezen megszerezhető ingyen is, de nehezen, ugye az a griff madár. Meg tudnám venni, de szerintem fölösleges igazából, úgyhogy én egyelőre itt hanyagolom ezt a dolgot, közben a shopot megnézem, hogy esetleg jött-e valami érdekes, de a goldot azt ugye gyűjtöm, azt mondtam, amúgy kurva jól néz ki a madár, kurva jól néz ki, ezt a skeletont is meg lehet most venni, én most ezt nem veszem meg, de szerintem az is új, nem? Szerintem most az is új egyébként, de tényleg írjátok le, hogyha esetleg valamit kihagyok, mert nekem annyi időm van videózni, hogy semennyi körülbelül, emiatt is nincsenek nagyon élőadások sajnos, de igyekszem összehozni. Bízom benne, hogy minél hamarabb találkozunk már egy élőadásban. Én legalábbis nagyon-nagyon remélem, úgyhogy bízunk benne, hogy talizunk, srácok. Na, szóval ezután ezt ugye ide be kell rakni, és írja, hogy nekem még 27 pontot kell beraknom. Ez már több, mint 27, de minket nem érdekel. És akkor így meg is vagyunk, úgyhogy a faszikám az iradja nekünk ugye az ajándékot. És itt nem is tudom hány szintig lehet elmenni, mindjárt megnézzük. Hát azért ahhoz képest nem rossz dolgokat ad szerintem. És itt megadja a végén a felfedező hátizsákot, akkor ezt meg itt lehet megszerezni. Jó, hát ezt is meg lehet csinálni minden egyes nap, srácok. Közben még gyorsan meg akarom nézni a bájitalt, hogy mit is írt. Lehet, hogy azt nem is lehet gyártani, csak kapni lehet, mert hol is írta? Pillanat. Közben megnézem a képet, amit küldtek nekem. Igen, ezek a hátizsákomon rohadt jól néznek ki egyébként. Jó, hát most így héten nem találom meg, de nem is az a lényeg egyébként. Gyorsan én megnézem ezt a bájitart, aztán én elköszönök, bízom benne, hogy tetszett nektek ez a rövidke videó, még hogyha most annyira nem is voltam informatív. Egyébként még hangom sincs, és nem is akartam videózni, de hát muszáj egy-kétszer bejelentkezni. Meg szeretnék tényleg élőadásokat is majd indítani, bízom benne, hogy minél gyorsabban összejön ez az egész dolog, amit én tervezek. Na, nézzük meg gyorsan ezt az asztalt, aztán én búcsúzom. A kommentelők között, hát nem is tudom, mit kéne sorsolni. Hát egy ilyen light elven tettet szerintem. Nem tudom, kommentbe írjátok le, hogy mit szeretnétek kapni, és ki fogok sorsolni majd egy nyertes köztetek, aki megnézte idáig ezt a videót. Na, itt tudok én valahol gyártani, hogyha eljutnék odáig, de már azt sem tudom, hogy én hol vagyok igazából. Szóval ide gyorsan begyalog. Megnézzük, hogy tudunk-e csinálni. Ez nem az, bocs. Hanem emit tudok majd én csinálni. Elvileg potikat, de szerintem azt csak kapni lehet amúgy. Ja, azt majd csak kapni lehet. Na, srácok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy velem tartottatok, bízom benne, hogy azért tudtam újat mondani, hogyha igen, írjátok le kommentben. Nagyon szépen köszönöm a partnereknek, a csatornatagoknak a támogatást, nagyon szépen köszönöm, puszilak titeket. Köszönöm, hogy velem voltatok, találkozunk legközelebb is, hogyha tetszett a videó, mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, hogyha pedig támogatni szeretnétek, akkor legyetek csatornatagok, vagy a szuper köszönet gombbal tudtok engem támogatni. Hogyha külföldről vásárolnátok, akkor lerakom a Geek Buying linkemet a leírásba, ott szét tudtok nézni, és nagyon jó dolgokat tudtok venni, cserébe ezzel engem is támogatsz. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!